Ezen a helyen állt a királyi bazilika, ami a középkori Magyarország legfontosabb épületei közé tartozott. A bazilikának monumentális méretei voltak, legmagasabb tornya csaknem 70 méter magas volt. A Szent István által épített Szűz Mária prépostság templomának falai között 38 magyar királyt koronáztak meg, és 15 uralkodót temettek el. A bazilika sorsa 16. században pecsételődött meg. Miután 1543-ban elfoglalták Székesfehérvárt a törökök, a templomban dzsámit alakítottak ki, és katonai raktárnak használták. A délnyugati toronyban tárolt puskapor 1601. szeptember 19-én felrobbant, és az épület jelentős része megrongálódott. 1778 után fokozatosan elbontották a még fennálló falakat is. A királyi bazilika területén 1848 óta folynak feltárások. Ekkor találtak rá harmadik Béla és felesége Antiókiai Anna sírjára. Máig ez az egyetlen olyan feltárás, melynek során minden kétséget kizáróan királyi személyekhez köthető csontmaradványok kerültek elő. A kulturális örökség napjain megnyílt kiállításon világító képek, forgatható táblák, kijelzők és érdekes szövegmegoldások mutatják be a koronázó bazilika történetét, az építésétől kezdve a feltárásokig. A történeti adatok mellett oklevél és krónika részleteket böngészhetnek az érdeklődők, akik a romkert ásatásain készült fényképeket is tanulmányozhatják a tárlaton.